Napelemek sorakoznak Mária Pócs óvodáján. Miután az utóbbi egy-két évben az önkormányzathoz tartozó épületek többségén elvégezték az energetikai korszerűsítéseket, jelentős rezsiköltségeket tudnak megspórolni, mondta el Papp Bertalan, a város polgármestere. Most köszönnek vissza azok a sikeres pályázataink, amit az elmúlt években megnyertünk. Tehát a LED világításra tudtuk cserélni a köztéri oszlopokon, illetve szinte minden egy épületünk kívül mindenhol energiatakarékos rendszer tudtunk kilakítani. Ez óriási dolog, pláne most, amikor 6-7-szeres a gázár, nem vagyunk kiszolgáltatott állapotban, ez óriási könnyebbség az önkormányzatnak. A koronavírus 2020 és 2021 első felében jelentősen visszavetette az egyházi turizmust Mária Pócson. Az elmúlt szűk egy évben azonban már újra korlátozások nélkül lehetett megrendezni a búcsukat a Nemzeti Kegyhelynél. A városban megvalósított fejlesztések részben idegenforgalmi, részben biztonsági célokat szolgáltak, belterületi utak újultak meg és új kerékpárút is épült. Nagy öröm, hogy a búcsukat most már sikeresen meg tudtuk rendezni. Két év Covid után az nagy öröm volt és nagy feladat is volt, de nagyon örömmel végezzük a feladatunkat, mert elsősorban az önkormányzatnak ez az elsőleges feladata, hogy a Nemzeti Kegyhely feladatát végezze. Fejlesztések is voltak. Nagyon fontos lépés volt, hogy a Mária Pócsot átszelő főútvonal felújításra került egy top pályázat jó voltából, illetve a kerékpárutat be tudtuk végezni Pócs-Petri irányába. A polgármester hozzátette, idén szeretnének Kálló-Semjén irányában is kerékpárutat építeni, emellett a Nyír-Gyulaj felé vezető utat is szeretnék felújítani és kiszélesíteni.